Április 8-án évtizedekre eldől Magyarország sorsa, mondta Kontrát Károly, a Veszprémi 2. számú választókerület Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje sajtótájékoztatóján. Hazánk sorsa évtizedekre eldől most vasárnap. Április 8-án Soros György jelöltjei állnak szembe Orbán Viktor jelöltjeivel. Soros György jelöltjei arra készülnek, hogy lebontják a kerítést, beengedik a migránsokat és bevándorló országgá teszik Magyarországot. A Fidesz-KDNP jelöltjei ezzel szemben megvédik az országot, megvédik Magyarországot, elutasítják a bevándorlást, nem hagyják, hogy Magyarország bevándorló ország legyen. A választás tétje Magyarország jövője április 8-án. Ez egy nagyon fontos tét, és fontos az, hogy meg tudjuk védeni Magyarországot. Fontos az, hogy április 8-án mi még dönthetünk, és megakadályozhatjuk, hogy bevándorló ország legyen Magyarország. Mindenkire szüksége van ennek az országnak, hogy ezt a célt közösen elérjük, és ne hagyjuk azt, hogy mások döntsenek helyettünk, mások határozzák meg, kikkel éljünk együtt Magyarországon. Április 8-án minden magyar emberre szükségünk van, aki azt akarja, hogy magyar Magyarország maradjon, és arra kérünk mindenkit, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjeit támogassák. Én pedig arra kérek mindenkit a Veszprém megyei 2. számú választókerületben, hogy a 13-as helyen szereplő jelöltként, a Fidesz-KDNP jelöltjeként támogassanak, és támogassák a Fidesz-KDNP listát. Köszönöm szépen!